azok a változások, amelyek most előttünk állnak, és azért, ami a villamos energia árában már egy hónapon belül a gázárban talán októbertől jelentkezik, valóban minden társadalmi szereplőt, közt a vállalkozásokat, így minket is jelentős lépésekre kell, hogy késztessen. A házigazda Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara nevében köszöntötte Fiele Sándor kamarai főtitkár a 21. távhőszolgáltatási konferencia résztvevőit, amely a legrangosabb iparági esemény. Az aktuális trendeket felvonultató kiállítás és a szakmai előadások mellett a rendezvény kötetlen kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére is lehetőséget ad. Idén ennek különösen nagy jelentősége van, hiszen az orosz-ukrán háború okozta energiaválság alternatív megoldásokra ösztönzi a távhőszolgáltatással foglalkozó vállalkozásokat. Azt mindenki tudja, hogy a távhő finanszírozását meg kell oldani, tekintettel arra, hogy az energiahordozó árrobbanás az nem került el a távhőszektort sem, és nyilván ezzel összefüggésben, mivel az ügyfeleknek a számláit alacsonyan kell tartani, hiszen Magyarországon nagyon fontos kérdés a rezsicsökkentés és az ügyfelek hosszú távú elláthatóságának a megoldása, ezzel összefüggésben biztosítani kell a szektor működőképességét, miközben egyébként 70% körül van a földgázfüggőség, és azt nem kell mondanom, hogy ezekben az időkben ez egy nehéz feladatot jelent mindenki számára. Az energiafüggőség enyhítésén is dolgoznak a szakemberek, méghozzá a megújuló energiaforrások kiaknázásával. A szakmai szövetség elnöke szerint hosszú távon a geotermikus megoldásokra, vagy a biomasszára, hulladékhőre lehetne helyezni a hangsúlyt. Így gondolja ezt az egri polgármester is, akinek szintén a tervei között szerepel a helyi adottság, így a termálvíz geotermikus energiává alakítása. A Heves megyei Vízmű ZRT munkatársaival abszolút kapcsolatban vagyunk, hogy ezt a nevezzük hulladékhőnek, vagy termálhőnek a másod viszonyrendszerében mit és hogyan tudunk felhasználni. Szerencsére most forrásunk is van annak érdekében, hogy a lehető legjobban használjuk föl. Én nem elsősorban a nyílászárók, meg a cseréjében és a szigetelésben látom az energiabiztonságunkat, hanem például az olyan nagyon innovatív 21. századi és kellően zöld megoldásokban, mint például ennek a termálhőnek a fűtésre való használhatósága. Nagyon remélem, hogy a TOP Plus keretében több olyan projektet fogunk megvalósítani, ami már mind-mind ezt szolgálja. Szerintem ezek történelmű léptékű döntések lesznek Eger jövője szempontjából. Az egri távfűtés története egyébként 1972. december 26-án kezdődött egy 174 darab lakást és 2 darab közintézményt ellátó termokonténer üzembe helyezésével. Így a megyeszékhely ezen szolgáltatása idén 50 éves. Most, hogy megengedett már egy ilyen konferencia megtartása, külön apropót adott ennek az, hogy az egri távfűtés 50 éves. Egyébként a távfős kollégák jól ismerik Eger helyzetét, problémáit, eddigi eredményeit, amire büszkék is vagyunk. A gondjaink pedig ugyanazok, mint az összes többi távhősnek, az ismert energiaválság, az energiaárak növekedése, illetve hát az útkeresés, mert ki kellene találni, hogy ha nem a gázalapú távfűtés, akkor mi lesz helyette. A divízió vezető ugyanakkor hozzátette, hogy az egri távhőfogyasztóknak nem kell aggódniuk, mert az idei gázévre biztosított az ellátás, és már a jövő évi tárgyalások is elkezdődtek a gázbeszerzésre vonatkozóan, annak pályáztatása folyamatban van.